Heténi Zolis. Mi a hogy folytik meg a mindennapokban? Van valami, amit nem, amit használsz? Hál' Istennek, hogy ezt jól vezetted elő, így veszek 40 évvel ezelőtt. Egyébként a szívet használom, hogy jutalmas Szintcsikre és Szintmeyerre is. Egyik kedvenc játékfejlesztővel, úgyhogy kivottan szíveszhetsz. A C betűvel írod, akkor meg a bármelyik Final Fantasy. Nem, egy C-nevezet is működhet. Ez nem egy rossz, igen, szóval mondjuk nem egyértelmű. És bár itt az illúrusom van, csak nem tudom, mi már szóval valami olyasmi az apropója ennek a beszélgetésnek, hogy te az egyik ilyen ős, gyökér, geek, magyar dologban részt vettél a 90-es években, amit úgy hívtak, hogy űrgannák. Ezt jól tudjuk, igaz? Tagadhatatlan. Igen, ezt YouTube-on is megtaláljuk ennek a nyomait, illetőleg vannak gyűjtők, akik összegyűjtötték már. Azt hiszem, hogy volt egy csoport, ahol gyűjtötték az epizódokat, de nincs teljes konkrét gyűjtemény. Anyukának meg van a vérása, mint a 160 rész. De ezt nehogy elmond bárkinek, mert lerédelik anyukának a lakását. A legjobb barátom, Milos Zsadis Nitko Milán, szintén zenész, vagy hát ő zenész, én meg szintén zenésznek próbálom valamivel elképzelni. Ő nagyon nagy gyűjtő volt, és ilyen volt, ha jól tudom, neki a legtöbb rész megvan, és volt egy időszak, amikor digitalizálni is akarta, de ő neki tárgyi emlékei, franchise tették is vannak a birtokában, részben miatta, részben azért, mert ő tényleg hittem a dologban, és voltak ezek a széria körű szerveződött vallási egységek az iskolákban, és ő ilyen klubelnök volt, tehát ő toborzat is, ő nagyon behúzta a történet, sőt, ő egy olyan ember, képzeljétek el, hogy egy Liszt zeneműegyetemet végzett jazz szakos billentyűmágus, aki konkrétan elmondta a platina lemezet. Hát ez ilyen jó hangzik, de sajnos van. Ilyen közleműködő bűvész, van platinézen is, és így elmondta a Dex és Szín esküt. Így a lemezet meghallott, tehát ő nagyon-nagyon benne volt ebben szörnyűen. De menjünk egy kicsit vissza, nem biztos, hogy mindenki emlékszik azért erre az űrgannák történetre. Ez nem baj, ezért beszéltünk másról, lehet. De tehát visszatereljük a mederbe a beszélgetést. Az űrgannák az gyakorlatilag a 90-es évek közepén, 95-6, ha jól emlékszem. 94-96, 93-ban kezdődik. 160 részes, gyakorlatilag sorozat, ami mondjuk úgy, hogy tele volt olyan számítógépes és praktikus effektekkel, amit annak idején nem látott a magyar közönség. Tehát aki akkor látott már mondjuk Star Wars-ból lesz a félre, ugye volt ez a hangorámondásos verzió, hogy szóltam, nincs Jedi, akkor nincs Jedi. Ennek a borzalmas hangorámondásos VHS és Star Wars-szak szocializálódott fiatalság egyszer csak a tévében talált egy magyar produkciót, ami tele volt trükkökkel, tele volt akkori szerintem hazai viszonylatban kreatív ötletekkel, gyerekszínészekkel, viszonylag nagyszerű zenészekkel, ugye és színészekkel. Tehát az egész, és mondjuk így sikerre volt ítélve. Hogy kezdődött ez? Hol találtak meg téged ehhez a sztorihoz? Ugye te voltál az egyik fiatal, mondjuk így gyerekszínész. Igen, én azt nem tudom, hogy olyan sok szép lány közül, hogy választottam ki, de ez történt. És ebben az effekteknek a praktikus tetszett a legjobban, mert már akkor is szemmel is, amikor hát engem már akkor is utáltak a kortársul, mert egy Pentium 150-esre kezdtem játszani, terminálról szépít meg, gyújtok meg ilyesmiket. Nem volt 4-8, valami 6-6-on sajnos. Azóta sincs, de van 3 boldog. De hogy válaszoljak a kérdésedre, hát engem régen valamiért ezen a pályán képzeltek el. Azt nem tudom, hogy utólag ezt felmagyarázták, hogy én is szerettem volna. De régi történet, valóban gyerekszínészként kezdtem a pályafutást, már az akkor 2006-7 évben lezáródott szerintem. Egy olyan alapítvány iskolában járnak a szüleim, ahol a hagyományos napi képzések után művészeti órákban vettünk részt. Tehát volt dráma, óra, színjátszás, szinkronizálás, tánc. Nem még akartam ezt bemutatni, hogy még azóta is milyen hajlékon jött, az a jó tanítom szépen, tehát a gyakorlás tárgyában. Akkor kérdezni, hogy milyen tánc van? Jazzban nem kezdtem bejelentani. Ez most látszik, hogy ez jó hangzik, de sajnos ez is hozzá tartozott.
és ezek az iskolák, mint a rendszerváltás után elkezdtek így globalul szaporodni, Borgatmária, Cirénesszeg, nagyon sok ilyen kezdeti, vagy kezdeményezés volt, és a kapcsolatrendszernek köszönhetően ezek a gyerekek elvitték különböző vállalatásokra. Én is voltam, könnyűt időben már részben, de nem voltam azt a főkártában. És egy nagyon unalmas, nagyon-nagyon száraz velencei távolból utaztunk vissza, mert éppen akkor hogy valamit az emlékben. És már viszont a korán ki ismertük, hogy ezek a vállalatások, ezek ilyen több órán elhúzódnak, jó, elgén volt, oda is gimbolra mentem, tehát ezért ezt így kivetettem, akkor is akkor is hosszabb voltam. És eljátszogatunk pár órát, aztán kiderült, hogy már nem a szereplő, akit akarnak, és hazaküldtek. És nem is ilyen darabra, hogy menjünk, jó, van szar a tábor, menjünk el. És országos helyzet, hogy 600 plusz gyereket tereltek össze, és nem feltétlenül a tehetség alapján szültek szerintem, mert egy nagyon éleszerű marketing gárda ült már akkor a Felix Film produkciónak az élén, aki ezt KFT formákat gyártott a Magyar Televíziónak, és a 600 gyerekből azt hiszem 3 vagy 4 óstán keresztül így nyesték az embereket. Volt ugye szituációs játék, szövegeket nem kaptam, mindent improvizálni kellett gyerekként, tehát akkor így már mielőtt fel volt készítve az órák miatt, hiszen tudtunk egy ilyen helyzetben működni, és ez a 3-4-3 fő, ez már ki volt találva, hogy eladható legyen, és akkor több van, ugye, gondolom így emlékszik rá, vagy aki emlékszik, tudom, én is így emlékszem, és valamiért kevesebbnek néztem a melleire, a producer asszonynak, és akkor még mi nem szembesültünk, tehát mi még nem tudtunk kijönni ezzel a MeToo kampányon. Én később találkoztam ezzel a szituációval, de hál' Istennek a barátom szakmát. Figyelj, mondtad ezt, hogy 600 gyerek, tehát ez rengeteg, ilyenkor én nem voltam ennek a világnak sohasem a részese, tehát ilyenkor lehetett tudni, hogy egyébként egy szívügyi sorozatra keresnek szereplőket, vagy azt mondod, hogy egy ifjúsági sorozat, amiben lesz majd kaland, meg nem tudom, te tudtatok már ilyenkor részt? Igen. Akkor megszeretted volna a férfi. Szóval persze, például én sztárhozas voltam, de például sokkal nagyon skippy sorozat, és akkor erre keresnek embereket. De ez igazából később dölt el a második postán. Tehát is az, hogy valami sorozat. Tehát akkor úgy mentél oda, hogy egy ifjúsági sorozat. Így van, ebből köbben terültünk csak a második körtől. Igazából ez egy tudományos, fantasztikus magyar gyártás sorozat lesz, aminek van egy ilyen missziója, kampánya, hogy próbálja a alsó, felső tanulókos gyereket a reáltudományok irányába terelni. Ami egyébként most, valljuk be, abszolút hiányzik egyébként, mint a köztudatból, mint a mainstreamről, tehát mindenki érdekes szeretne lenni, ugye, és a mai megvalósítása nagy részén ugye mindenki egy adik van, és ugye az akkoriban nem volt ilyen, hogy felvették a leggyengébb szereplőket, és akkor csináltak belőle egy ilyen szégyenlő sort, hogy na, kinek nem ment akkor az a meghallgatás. Így van, én még nem tudtam eladni a fürdővizemet, de ez később alakult ki. Azt hiszem, hogy a kreatívok ebben mutattak, akkor még nem volt a szótárban a celebritás, szóval sem a celebritésnek nem is volt meg a díjelőjele. Ez inkább előszél volt, akkor kezdett az elhúzása, 97 alapján jelent meg. Tehát mi egy ilyen első festi. Na ez a másik dolog, hogy ez azt hiszem, hogy a magyar televízió már konkrétan az esetés volt. Tehát, hogy ez nem egy kertényének volt egy szánypróbálgatás, hanem egy gyakorlatilag hosszú évtizedekre visszagyúló televíziónak volt. Jó, abban nem együtt el azok. Akkori időkről beszélünk. Így van. Persze, gyerekek voltunk, úgyhogy sajnos mi nem tudtunk annyit lobbizni, és nem is tudtunk lobbizni. Eljutunk oda, hogy fölvesznek a szerepre. Eljutott a forgatás. Mikor kezdted el látni, hogy ez tényleg olyan kíkes lesz, mint amilyen lett végül? Tehát ez menet közben látszódott, hogy itt most belecsöppensz egy olyan dologba, ahol tényleg cégi trükkök voltak a sorozatban. Volt lore a sorozat mögött, tehát egy kicsit ilyen űrömmelás háttér történet volt, hogy a birodalmak csatájával, Szénia hercegnővel, Szulák Anginénivel. A Big Picture közben próbáltuk kialakítani, mert mi nem kaptuk meg a teljes szinopszist, tehát mindig a következő hét forgatásáját forgatók, hogy meg kaptuk egyben. De nem tudtuk előre látni sem. Nyilván meg voltak ilyen NDA és titoktartási lépései, ugye elképzelései,
de akkor jöttünk rá, hogy ez nagyon sci-fi, ez jó lesz, és kb. Fél év után mi mindenek is ábrándultunk ebből, főleg ugye a akkor ugye felnőttek, akik körülöttek minket a státhozzállásával, a nagy színész gurúknak a alkalmazásán is. És a, hát nyilván ugye a minket érő feedback így az utcára, ami ebből lecsapódott az első hónapok után, ez kicsit azért visszavette a mindenkit lelkesedésünket is. És aztán egy fél év után a varázsra is múlt szerintem. Hát, akkor azért térjünk vissza a rózsaszín ködös időkben, hogy az azt hittem húsz, jó, működösített, tehát Dávoszról beszéljünk, legyünk még vissza jóra. Ugye az egész sztorinak mondtad te is, hogy egy kicsit így a reáltudományokat próbálta egy előtérben nyomni, fizika, kémia, matek feladatot. Minden epizódnak volt egy ilyen része, hogy valami problémából ütközik a hajó legénysége, és gyakorlatilag nektek gyerekeknek kellett rájönni, hol matek, fizika, hol brute force, egy kicsit mindig más megoldás volt, de közben ugye klasszikus jellegű algoritmikus megoldások, klasszikus fizikai problémák, klasszikus kísérletek kerültek kvázi ilyen szívis burokba, vagy egy szívis körítése, bemutatása. Erre hogy készültetek rá? Ez kezetekben volt adva, vagy erre volt esetleg tím, aki ezt a részét is veletek felkészítettitek ebből a dologból? Kár, hogy nem te ültél ott, akkor biztos jobb lett volna a végeredmény. Nem. Tehát mi is ekkülyek voltunk a reáltudományokhoz, mi űrészletekként kerültünk oda, vagy meg is színész talántárként, talántak formájában, csiszolottan gyémántokként. Azt nem mondom, hogy nem érdekelt minket, de nyilván ez volt a fókusz sajnos. A mi részünkről tartottam egy hét alatt, ez öt munka alatt le kellett fordítani két-három részt, meg ilyen sem megállt. Ez napi parunk termelés volt. Napi 6-8-10-11 órában attól függ, hogy volt ki a diszpozíció, meg kellett csinálni a nyerset. Sajnos nem volt időnk, ezért mi egyébként magántanulóként éreztük a 7-8-at, igen, és aztán a közöttiskolai tanácsadók első osztályát. Milyen volt az elején a kérdő? Tehát hogy tud egy ilyen gyerektársaság összeszokni? Az oké, hogy művészgyerekek vagytok, oké, hogy megvolt az a színészi előképzettség, ami egyébként a színész gyerekeknél már megvan. De pont azért mondtad, hogy az időseknek is esetleg az egójával küzdöttetek, tehát egy ilyen gyerekcsapat, hogy tud együttműködni egyáltalán? Hát meglepően jó lett az első körben, aztán nyilván, mivel majdnem 3 év voltunk összezárva, azért megvoltak a hullámszerű pillanatai, alapvetően fölfogtuk azt, hogy egy közös kettekről van szó, és egymáshoz azért meg kell könnyíteni, nyilván ez a főleg abban is voltak érdekes helyzetek, hogy még belecsúszott a pubertás idején ebbe az összezártságba, és még magánéletünkben a lófegyelőkedés, és ezt egymással, meg egymást összéltük meg. De hát most akkor 18 pluszos lenni a sor, mert a gyerekek is. Jó nézetben a hamba hoztam. Viszont további érdekesség, ami erről eszébe jut az embernek, hogy ott vagytok összezárva, egy stúdió, ugye ezt is, hogyha az ember a Facebook csoportban elkezd nézelődni, annak azért ilyen rajongó klubok a mai napig, mutatták, lehet látni, hogy milyen stúdióban végezték ezeket a munkákat. Mekkora kontraszt egy ilyen forgatáson, oké, 90-es évekre megyünk, tehát nem blues screenek előtt dolgoztatok, hanem tényleg felvon... Greenbox, bocsánat. Nem a Greenbox előtt dolgoztatok, hanem gyakorlatilag meg volt építve egy csomó minden. Mikor... Ez is az igaz, mert elég van volt. Tehát, hogy tényleg a mixetek voltak, azért ez is megmaradt az emberben, hogy elég sajátságos vizualitása volt a sorozatnak. Milyen volt látni először ezt, hogy úgy technikailag, hogy amúgy mibe vesztek részt? Tehát én nekem az év lett gyerekként, tehát én 10-11 éves volt, amikor az egész dolog elkezdődött, hogy egyáltalán Magyarországon ilyen van valaki bele lehet vágni, vagy hogy ilyen van a hazai piacon. Ez belülről volt ebben egy ilyen flash faktor, vagy hú, hát itt most egy olyan sorozatban veszek részt, hogy egy komplet cég így felvezetése van. A készítés közben igen, és aztán az első lépés után még örültünk, de valahogy azt láttuk, hogy hát mi? Ez ilyen kívülről, egyrészt kicsit rövid volt, szerintem a vágásokkal is volt probléma. Hát meg a teljesítegyen, tehát egyértelműen gyerekként már akkor is, ahogy visszaszokottak, a szekunder szégyen később jött meg. De én sem tudom, szerintem gyerek színészeknél van ilyen, hogy visszanézik és azt mondják, hogy szekunder szégyen. Van, velük külön foglalkoztak pszichológusok. Kirendelve elérjük, hogy az a közösség.
Igen, mert éreztek, hogy ugye aztán elindultak a tájozások, lentünk iskolákban, amiket felépések voltak, szurátékkal, szobatékkal, aztán jöttek a nagy Béleskor, meg a Béleskor nagy koncertek, és az ez elég komoly nyomás pszichológia, és hogy akkor még nem volt ennek egy ilyen kis kártérje, hogy akár viselt egy ilyen helyzetben. És azt mondom, hogy viszont a többségünk, a hatemberből a többségünk az jól jön ki. Tehát nem voltak ennek ilyen depressziós, mert ő most akkor elképzelte magát egy ilyen hatalmas nagy valakinek, és aztán valami a pohár, és akkor még jól tenni ez a fejben. Jó, ezt utána. Meg közben azért szembesültek. Nagyon nehéz volt, hogy ezt megélni, de az ember tart csak a pólóban, meg még az volt, ha próbál ki, meg egy kék bakmasban belúzott, azért úgy van, hogy koncertben ne legyék meg. Úgyhogy szerencsés volt, hogy csak egyszer kaptak el adni a földön. Triorjátok csődben ismertem a féltelepet, ez mások feléről volt. Tehát szembesültek ilyen helyzetekkel, és ezt látva annak, főleg, hogy mondom, ez ugye szintokban megyek a pubertásról, aminek hát ugye megalapod a mutatói. Nagyon szeretnél erre a pubertás témáról beszélni. Nem szó, hogy kétszer, háromszor mondta meg. Hát most szerintem kétszer legalább. Akkor a kamaszkor vagyok. Nem tudom, én mondom, hogy az újség. Nem szerintem azért, mert fiam most kérdezik, hogy kizárólag sem találkozni azok a dolgokkal. És ugye most azért, mert ma kérem meg a fejemben. Nem, mi ezt mondom, szintokban éltük meg, és ugye egy jó halál, amit kéne valami szakember. Tehát egyrészt magátlárokkal éltük át minden napokat a forgatás szüneteiben tanultunk, a próbálkot tanultunk, lehet vizsgázni, aztán ilyen volt mellettünk egy szülőm, csak ilyen ezzel foglalkoztatja, beszélgesse velünk, hogy nekik a jövő, mi az, hogy a partitozás érdéket, akkor azt hogyan kezeljük, nem nekünk szól, az a média személyiségnek szól, de hát nyilván ezt még most is össze lehet keverni, meg szeretjük összekeverni a közszereplők. Most már, hogy ennek van ilyen megnevezése, a közszereplők életét a saját életünkkel. De amikor konkrétan a veled egykorú srác megkérdező, hogy tényleg az ügyben forgattátok? Tehát, hogy ezekkel nehéz mit kezdeni. Szerintem ezt a felnőket is megkérdezik, nem csak a meg. Tehát lehet, hogy ugyanez a srác még ma is, meg megmondta neki, hogy nem az ügyben forgattatok, mert most úgy belép, lehet ugyanezt megkérdezni most is sajnos. Lehet azt mondani egyébként, mondtad ezt a BS torcát, hogy emlékszem, hogy tényleg gyakorlatilag a jobbult italos dobozom is a szériaház volt 97-ben, hogy ez egy ilyen multimédiás jellegű projekt is, vagy talán volt, hogy a zene, videóklipek, volt valami ilyen szállítógépes projekt is, amire esetleg én nem emlékszem, vagy ez akkor még nem volt annyira világ. Szerintem a lett volna megkrak, hogyha nem üt be az a politikai voltamány, amiben amikor belecsúszott a cég, a gyártó cég, megérezte a vérszagot, természetesen még minden magyar gazdag, legtöbb gazdálkodó szervezet, aki túl éhes és túl erkölcstelen, az rálép meg az útra előbb-utóbb. Ugye 160 részre volt szerződés. Én hallottam, amikor megvoltunk a központi irodában, hogy ennek van esetleg további lehetőségei. De hál' Istennek nem készült a videóját. Csak erre gondolom, akkoriban már az internet az már mint olyan létezett. Talán iskolákban már lehetett próbálgatni. Nem, erre nem emlékszem, hogy sem is észre, mint hogy volt 97-ben ők van már Trapszállt például. Én nem tudok róla. Tudom, de azt tudom, hogy a gyártó cég részéről ilyen volt egy ideális terület felmérő létre. Hát ők még a old school printed sajtót és az egyéb franchise termékeket használták volna, hogy ezt népszerűsítsék. Bennünk gondolkodtak, nem feltétlenül a sorozatban, hogy úgy éreztük, hogy legyártanak minket, mint média terméket, és később akartak fel egy menedzseri szerződést, és a szüleinkkel egy menedzseri szerződést ráírhatni, hogyha nagy életbe ránk a jövőben, ami egy-kettőkre egyébként mutatkozott, akkor abból ők szépen elvegyék a saját részüket. Úgyhogy én akkor már nagyon próbáltam menekülni az utolsó jelentésemnek ennek a média avatárnak a közelségétől, amit belőlem csináltam. Úgyhogy utólag elnézést kérek mindenkitől, hogy nem vállaltam el a akkor induló barátok közt sorozatnak az egyik kezdő szerepét. Tehát én inkább színházi összínész akartam lenni, és úgy akartam abban gondolni,
Csak később azt mondom, hogy érintőlegesen meg is valósult. Mondtad ezt a bíbai, beszéltünk erről a BSS koncertről. Akkoriban, ha a rádiót is bekapcsoltuk, akkor az Ördög Alexa és a Császár Előknek a slágere, az gyakorlatilag már a fülünkön folyt, ígőjünkön, mindenhol, tehát az egyik legnagyobb sláger volt annak idején. Hogy került össze a zene ezzel a szívi sorozattal? Utalva az előző mondatomra, szerintem multimédián kívül próbáltak minden területet megszennyezni, vagy lefedni ezzel a jelenséggel, és behúzni mindentől gyermekcsoportot a nézői bázisban. És ott akkor volt ezek a nevek törődtek. UFO, Császár Elő, Baby Sisters, Szunákkal, neki ekkor indult el, neki ez ugródeszka volt, mert akkor a repülők elsőként nevezélni csak vokálhozott. Szerintem a Szabotomnak is volt valami átős. Ez valami átős volt, így van, tehát akkor megpróbálták ezeket a mindig a személyiségeket bevonni ebbe a gyűrűbe. Ugye ahogy a popzenén, a körülzenén keresztül ez menő legyen, ez menőség legyen. Azt gondolom, hogy az alapvető elképzelésnek volt ott. Hát azt, hogy a tudás hanem a képesség alapú tudás, ez ma előre, vagy elsőként szerepel nagyon sok fronton, hogy ezt érték tudjon lenni, az egy jó küldetés, ez egy jó misszió. A megoldása, a autókja, illetve az eszközei nem feltétlenül jó. Én úgy még nem engedem el ezt a zenét, egy kicsit eltértük tőle, de mondtad, hogy magad is ugye zenész vagy, ugye basszusgitározol, egy ilyen BSS koncertet hogy lehet gyerekként feldolgozni? Mert az egy dolog, hogy egy stúdióban rutint szerzel, az egy dolog, hogy egy színház szerepben már van egy kialakult rutinod, de egész más az, hogy zenére táncolni és előadni magad egy ilyen színpadon, egy ilyen produkcióban, mert azért megnézed, YouTube-on van erről is egy-két felvétel, tehát ez nem a falusi elnézés, nem pejoratív értelemben, de nem az a plébek fellépés volt, hanem ez egy nagy szomású show. De az a plébek fellépés. Nem az, hogy a hatni szót kerestem, hogy eljöttem, hogy egy kicsit fáradok. Hát is ettől, tehát azért mindig csak 15 000 ember előtt, tehát az jobban éreztem, mint a forgatásokat. És ne tudjátok meg, mint könyörögtem, hogy az első fellépésünkkel én basszusgitárra szerepeltem, hogy egyre le is szedtem a számokat, tekintem nem egy nehéz dolog, már akkor sok gyerekként, amiket ott összeszintiztek a lelkesét. És egy rohadt jacket nem adtak közben, legalább valami lógjon ki a gitárból. Hát, próbált, mert az apusokra figyelni tudod, hogy legalább mintha. Hogy nem nézik, de nekem jó pénzés. Tehát azt mondom, hogy a hülyeinek nem ugrálok egy rektoros utána, hogy kápen nélkül, de visszakérlek a kérdés, hogy ez egy nagyon bizsergető és fantasztikus. De azt mondom, hogy nagyon sok szóval. Nem jött elő semmilyen olyan jellegű színpadi szériával. Nem, én gyerekkorban a színpadhoz voltam szóval. Nem, roppantul izgultam, kivétel egy jobbathatom, amikor a takarásokból látom, hogy a hangyák így jönnek, tudod, és ilyen lehúzzenek, és így kezdik feltölteni a placon, az tényleg ijesztő volt. Mert az a borraj, tehát azt nem tudod elképzelni, hogy onnan milyen érzés. Az fantasztikus volt. De én nagyon szerettem felépni megjátszani, hogy várjon bennek meg dolgoznak. És hát szintén elnézést kell kérdezni, mert emiatt a alusi miatt, most nem tudom bemutatni a kis gyöngyszememet, mert szeretem meg egy kicsit gitározni, mert a geek oldalamat, a zenei oldalról is erősített az elmúlt években. És ott azt is gitárt szerettem volna hozni, de így felesleges lett. Másról azért gyöngyszem, mert most került rá Markus Mindernek az aláírása, amit kellett ezt bizonyosan. Hát és nevesen, hogy Markus Mindernek Signature Case, a Sire cégnek a gyártmánya, amiben Markus Miller is benne van. Gondolom azért jó párra ismerik Markus Miller. Ő most koncertezett itt a Mokkultban, hétfőn kedden, és én basszusgitárral mentem el. És jobb rájön. Mutattam neki
a közönség, és mondta neki, hogy mondta. Próbálkoztam neki, hogy ez nem volt reál, viszont utána a backstage megváltam másodórát kínáltunk, egy ilyen húsz ember, és találkozhatnak vele kész. Fondos volt, hogy mondjuk kérdezhet neki, most már egy signature pénzt, úgyhogy a nyakában fel ez a májás, ezt nem kell elhozni, de hát elhozhattam volna nyilván, csak most így kicsit itt nem tudom a kontextusba helyezni. Ilyen csapongunk egy kicsit meg szénialázott félreteszünk, most milyen vonalon zenélsz? Eddig vettél Twitch-et, feldolgozásokat és ilyen formáció, vagy formációk azok, amiről lehet beszélni. Egy formációval, én régebben a nagyon sok helyzet jöttem szesen zenészként, és ezt a basszú kitelezés már ilyen személyből összintén eljutottam. Most egy, hát egy 17 óta nem történt aktivitásra viszünk. Ez nem csak a Covid-nak köszönhető, de ez a lustaságnak és a magyar piacnak a negatív visszatakarásának köszönhető. Azon, hogy túl lőttünk minden videójáték témában bátorkodtunk egy elég extravagáns megjelenésben zenélni, és olyan mashup-okat összerakni, ahol betétdalokat dúrunk össze. Élő hangszeres feldolgozásról van szó, és olyan hangzásvilágban is akartuk ezt megvalósítani, hogy egy ilyen retro-futurisztikus valami őrület jött belőle, de azt hiszem, hogy ez kicsit túlzenéltük. Ez olyan, mint amikor egy olyan közösségnek gyártasz egy olyan szoftver, amit senki tud használni. Lehet, hogy szakmai nagyon jó, de ha nem jó, hanem tudod az időt, igen, akkor nem utálnak annyi a fogásra vele. Viszont most kaptunk a Twitch-et úgy jött be, hogy állítólag beszélgetnek rólunk itt a bizonyos csatornákon. Ebben valóban az volt a trúváj, hogy ezt a hangzást, meg ezt a technikát, ezt élőben tettük színpadra, és most tovább kicsit újraéreztem is rövidebb, szóval ilyen 12-14 percesen elmondt dolgokat csináltunk, kivertük az emberek retináját, fénysóval, a hangjukat a 13-5-ökkel, meg hívet játszottuk már meg mindennel, és az ország egyszerűen tehette az integrációt mindenkinél. Szóval csinálni sokkal jobb volt. Hogy a technika reálán nem megy mostanában. Ez nehezen ment, tehát igen, úgyhogy ez egy jó revízió, leveszik azt a produkciót. Említettem a szidet is, megkerkedt már szidet egyébként? Nem, a korábban viszont találkoztam egy olyan zenekarral, a Sun Fesztiválról léptünk föl, állítólag, mert nem még emlékeztünk le, tehát aki a zenekarral, hogy emlékszel buszok, akkor nem voltál ott. A Sun Fesztivál is ilyen volt, nem a Sound, a Silent Fesztivál, és ez egy a Tanutuba nevű banda volt, ez egy élő hangszerekkel töltött, tehát Goa, Trance, valami kísérletőre, és ott volt a borzasának nevezett manuális effekte, amit szintsípekkel hajtottak meg. Ez sajnos a technikai oldal az inkább ilyen picit valami, de már ezért közelítek, és már betoltóan is elmaradt éveket. De ezt mindig általában a megfelelő szaktekintjét éreztük az ilyen terheléseket. És ott szintsípen volt borzik marvasszus. Egyébként, ahogy hallom, tehát a polgári állásod, vagy a polgári szakmád alapján akár belevághatnál egy ilyen projektbe is. Sincstation építésbe. Sőt, keresek most majd szakember villamos véletlenül. Hoztam egy kis csodát, és gyűjteményeket, és hál' Istennek viszonylag tekintélyes gyűjteményeket össze konzolokból, meg régi retro kütyükből. Most már a kezembe akadt a 77-es, talán a Univerzum T-falus téve 2006-os példány csodabogár, csak egyszerűen még nem tudtam működésen élni, úgyhogy pár kódik, hogy így lehet sem élni. De igen, én 2007 után egy szakmát váltottam, úgyhogy úgy gondoltam, hogy a csepülágás és a karakterek alkotás és a szövegkönyvek kelleló bíbelő, és utána milyen jó lehet a PC-t csalazni, hogy elkezdtem ilyen hardware technikusként dolgozni, és most legutóbb a szerűadomász is már fejlesztő voltam. Most jelenleg a Sigma Technologizsrál dolgozom, mint konfigurációs menedzser, egy középszintű gombnyomot, hogy az egyik szakterülője. Jelenleg egy AVS-re is foglalkoztam, úgyhogy igen, egy kicsit tettem, és a tech-kirányban egy ilyen ideális lépcsőzés. Lépcsőzünk vissza egy kicsit a gyűrgamálkozások széli alapszhoz. Hát úgyis ez érdekel, látom, hogy a favorit téma. Hát szerintem ezért is vagyunk itt.
Mondtam ezt, hogy volt egy olyan időszak, amikor már nehéz volt mondjuk a színészekkel, mint a bejáratott nevekkel együtt dolgozni. Ezek ilyen szaftos témák, van valami jó szaftos témák, de például kivel volt a legnehezebb? Vagy ez egy ilyen általános dolog volt, hogy ő nekik meg volt egy elvárásuk, volt egy profizmusuk. Nem volt egy elvárás, profizmusos volt egy konstantzsalkulizmusuk, és akkor ez éppen akkor, hogy nagyon jó, hogy a rosszabban jött ki, de velünk nagy részben az a többségében korrektül viselkedtek. Inkább a stáb többi tagjával voltak, vagy mindegyik velünk, de nagyon. Inkább ilyen aranyos történetek voltak, inkább volt probléma. Ha nagyon durva volt, az szerintem jó, annak volt valami jó alapja. Tehát átkészültünk fel, nyilván gyerekek előfordult, hogy nem tudjuk meg a szöveget, a monológot elbasztuk többször, akkor kiborult a bili, és akkor fült fát lekáratottak. Talán legkövesebben inkább egy aranyos beszólások voltak, amikor a Sörös Sándor, gyakorlatilag annyira részleg volt, hogy a 32-es fontokkal volt kinyomtatva a szöveget, egy statívra, egy lábaállványra, és így belátunk nézés irányba. Ugye ez azt jelenti, hogy próbálod a művészetársakat segíteni azzal, hogy jó irányban nézel, és te kamerán kívül vettem extra helyet, de próbálsz ugye a reakcióiddal segíteni az ő játékát, és akkor véletlenül a csillag játszó szereplő, ha megszokott, ugye, kinek ismerné, a férfi állat, a 90-es évek, ő valami átnézte a testsúlyát, és akkor ő a szöveget, és a Sörös Sándornak profilat nem akart meg, és akkor éppen egy olyan szövegen járt, hogy csillazol magad, hogy menj a picsába. Ezek nem maradtak meg itt hasznosban, de nagyon sok ilyen történet volt. Ha már kérdezte... Hogy ebből létezik Brill? Képzeld el, hogy volt egy 15-20 perces megmentett a Baki parádé, és ez egy osztálytársadalom a gimnáziumban. És abban volt, hogy a Gézi volt alatt, hogy a hatalmasat zuhan, elesik, futás közben a folyosón mi volt a szopati benőtt a vízfeltőtt a részek volt, rajta volt egy olyan... De ez olyan, azért nem fél a fejem, hogy gyerek projektben, hogy lehet így megérkezni? Hát, ez tőzben kell megkérdezni. Hát, ez persze, hogy napközben itt vagy, amikor olyan itt volt. Ugye a ruha alá belőle képítve egy ilyen színe, aztán így... Nem, úgy gondolom, hogy az előttök nem írtak, viszont a szombati Dunai nagyon kedves volt, mert amikor arra konkrétan emlékszem, hogy amikor nagyon-nagyon kiborult a Lili, akkor később átjött a néöltözőmbe, a gyerekek, ne örüljatok, de itt vagyok, segítek, holnap el akartok haszni, itt van a kispárnak. Tehát, hogy próbált így kompenzálni mindig, inkább nekem volt egy, szerintem nekem ott derékba a karrierem, amikor nekem egy nagyon kívül színpadi pillanatban volt, amit sikerült megismételni, ez így. Az egy jobban megjött a szerintem, amikor élőben 500 emberről lelúttam, hogy most dönöttek a színpadon, hogy nem a csúnyán. És az előttek az ember azt képzelni, hogy beépített kell. Ezt éppen a Lopennek a Kertész Kutya című verses komédiáját játszottuk egy fesztivál sorozat keretében. Látom, hogy szarányképpen egy húzgalos volt, a szólt is elég jó kaliberek voltak. Én akkor így, akkor már így is 25 voltam, tehát én megtettem ezeket a kőszínházas, tájazós lépéseket, úgyhogy túl voltam pár színháznál, azért most meg zsörés, és annál, ahol jól kérdelem, meg rúlunk, társulatnak, ugye színész kvalitásokról is. És akkor itt volt egy ilyen szituáció, hogy én a kérőjét játszottam ebben a Federico Grófot, ebben a verses műben, és az volt a színpadi jelenet, hogy az udvaros a szoknyai agonyságon éppen verén szolgálját, miközben mondta a szöveget, én meg a hegyke, köpec dolgok, nem értem, hogy elmondom, hogy volt, hogy lépek közel hozzá, és akkor azt gondolom, hogy a poén, hogy ő ugye ez egy rímen megjött verses elbeszélés, és hogy a riposzt jön jobban barra szület, és akkor ahogy állt, hogy engem is leült, ha, ugye milyen vicces. Viszont a Stalenki Parinak volt egy ilyen magánszáma, egy improvizációja két jelenetben korábban, volt egy működő szökőkút a színpad közepén, és ahogy lehetett gurgulázni, és ő játszotta a szökőt, és így köpölte ki a vizet. És ott maradt egy tócsa, amit nem tettem észre, és a spanyolban, hogy tudva voltam a csiszában,
És ahogy így hűrködtem át, én beálltam a túlcsoknak a jelen, ugye ott adtam a fényt, el volt rendezve. És ahogy csizmán megcsúszott, és ahogy a udvaros fognyája, hogy ugye fel volt húzva, én így lepültem át egy rajzfilmes, és izomból így elrúgtam a lábát, belerúgtam, de úgy nézem. De ezt a közösség így ütlesnek találtam, és így mondom, az miért egy top kis gyerekeket érek, tehát hogy hiába dolgozol, tudom, ilyen kóc préka az egész, és nekem olyan lassan, hogy nem telt el idő szintomban. Tehát, hogy így volt, és így láttam, hogy izé, hogy tényleg elrúgtam az ugyanak, baj van, útvaros így néz, és tudod így a szemből lehet, hogy ennek 50%-a valóbbik, 50%-nak a figura. És így nézem körbe, a rákotti ott röhögnek felé, fordulva a motorba, a közönség tombol, és még van három pont, hogy te egyre mondani, és tudod így, ez a Matrix, tehát így lelassunk az idő, és a bullet time. És így úristen, vége mindennek, kimegyünk, lemondjuk, és ott a más játszanak. És kimentünk a takarásból, és mondta a urasok, hogy hát, semmi baj, mert már ott, hogy mi tolacinál meg, hogy hozom a sört, mindent összevarom, kidarom, ami kell, bár sem. És megnyitott, hogy nincsen semmi baj, előfordul, nem meg hibázom. És megnyugodtam az, hogy ugye ittunk, és mondta, pászlátok meg, hát ezt tényleg ezt kell, hogy úgy földobok magad, meg elesenek, tudom, és gyerünk, most tényleg ez itt a humor. Jó, hát akkor csináljuk meg. És másnap, ugye ez is ilyen zsinoros előadás volt, feldobtam maga a cipőbe újra, hogy belemittem a fűdvárosba, és hát... Az volt a sárt a szegény. Igen, az volt a nem játsz. Ilyesmi jellegű, akit mondtad, hogy voltak az űrgambákban is. A mai napig, tehát azért ezek a színészek, akikről beszéltünk, tehát a Szombati, a Sörös, stb. Tehát azért ők még utána életig mellett voltak. Ők hogy emlékeznek vissza? Van esetleg valami közös emléketek, vagy visszatérés, vagy olyan találkozó, ahol erről a projektről beszélhetek volt? Semmi. Fölmarták a zsetont. Szombatiról, ugye ezt hiszem, színházigazgató lett, de nem, én utána alternatív színházakban kezdtem meg újra megtalálni, szakmai valamon. Tudod, ilyen klub találkozókban, vagy stb. Semmi, nem olyan rég, pár éve, még a Covid előtt, hogy hát 4 éve, 5 éve a régi gyártó KFT-nek a irodistái összetörődött a KFT-t, aki ezzel dolgozott. De a stáb, ráadásul ugye a stáb az mindig forgott, tehát 4 rendezője volt. Két részenként váltották a rendezőként, meg Stigol dolgozott, operatőr, világosító, tehát ott legalább ugye a 160-180 ember dolgozott stáb szinten, tehát a post-production beleértve. Egyébként is találkozom. Az akkoríció egyébként, az akkori mércének. Így van, de ilyen utolagos összeborulás nem volt neki semmi. Fiatalok sem, tehát tart azért eljattal tehát a kapcsolatot, vagy ez teljesen munka volt a kérdésekről is. Hú, tényleg biztos a legszállam, mert mennek el az a legjobb. Így van, izgalmasabb sztorikával. Nem, képzeld el, hogy ez emberek inkább pszichológiája van, hogy szakmai, meg emberileg szerintem ebből elprofitáltunk gyerekként. És ez, akármilyen jól jöttünk ki egy bizonyos szakaszon egymással, ez szerintem tudatalat milyettől támogatni akartunk, és abszolút megkerestünk egy más társaságra. De meggondolsz, hogy ugye ez is egy valahol egy kis közönségnek a mai napig egy kult dolog. Az oké, hogy nincsenek olyan nagy klubulik, hogy nincs olyan összejövetel, mint egy ilyen Bud Spencer, Terence Hill városnak. A klub utóélete Magyarországon, de akár a szomszédokat is említhetnék. Tehát semmi ilyesmi nem volt az elmúlt 20 évben, hogy így összetrombitáltak volna benneteket, vagy ezt ti magatok nem szoktatok becsinálni 5 évente, mint egy osztálytalálkozó összejönni? Nem, lehet, hogy ez most nagyon fura hangzik, hogy kiabálható, nem? Igen, ezt mondom, azért fura egyébként, mert kívülről, amikor tényleg azt látod, hogy ez a stáb, ez egy 160 részek keresztül együtt dolgozik, hogy azt gondolnak, hogy a profizmuson túl is, hogy az emléknek azt, hogy ez valamelyes egy cool dolog, tehát fenntart valamit. De sokszor ugye elég egy nyári tábor ahhoz, hogy egy társaság együtt valahogy. Ezért most találkoztam bárványaiddal. Ugye például ez az álcat, nem. Szerintem ennek ez az köszönhető, hogy mindenki a maga szintjén rosszul, vagy
vagy hát nem a legjobb módon tud ezt feldolgozni, az ezzel járó stressz és a valós életből érkező kihívásokat. És hát ennyi idő után nem változik meg? Tehát azért tényleg, mert akkor átfordul mindenki mögött a világ. Jó, most erről beszélünk. Hát most igen, de most éppen a forgásban visszatértünk ebbe a pontba. Nem. Aki a Jócsot játszotta, hogy emlékeztek, a Ferrari Gyuri, vele volt egy veszély, hogy még sok dolog leszünk, mondom, hát ez sok de azon olyan kapcsolatban nem maradtunk. Sőt, én még az Ákos játszó Moloki Dáviddal találkoztam 2012-13 környékén, mert... Az sem alulat már egyébként. Hát nem, ő is akkor már izé apahas meg, mert beőszült, és már mondtunk, hogy aztán valahogy elsikoltad is. Tehát nem akartuk ezt közösségben megtartani. És van egy Facebook csoport tényleg, ahol én is egy picit tájékozottam előtte, ahol én... Bocsáss meg, hogy szabad látom. Az is lehetszett a dolgot, hogy... Volt ez a social media háttérnek, nem volt ez a könnyű kapcsolat? Én nem vagyok, tehát én nem vagyok az arcos tényleg, nem vagyok. Instagramon, én tudomosan tök, de nem kap. De egyébként én alapból töröltem magam a fogókprogramtáról a közösségi hálóból, tehát engem az nem érdekelje másról. De nem ugye a Blink megtalálni, hogy így néznek ki most a Ultramax-szárni egyébként. Beírod a Google-be, ezek a második hírek, ugye a politikai hírek után, amik még így az Ultramax-ból a Google-agyában megmaradtak. Egyszer megkeresett minket, nem minket, talán fölgatni, és volt egy beszélgetés, és akkor szerintem készült egy videó, és aztán csak ott is a gémakon interjút erről. Tehát én szerintem a törvényben olyan negatív nyomot hagyott, hogy ezzel nem akarnak szembesülni, még egy ilyen nyitott beszélgetés szintén sem. És aztán mivel szétfragmentálódott az egész történet, nehéz mindenkit megtalálni, tehát valaki nincs föl a világhálózós pontján, valaki nem talál ezekre a kérésekre, ez nem sosem fog szerintem összejönni. És az is mutatja szerintem ennek az érdekességet, hogy a többiek teljesen más területről fordultak. Én voltam az, aki egyedül a színészi pálya mellett döntött, és folytattam ennek a karrierjét. A karrierjét ezekben a verkekben a többiek teljesen megfordultak attól, hogy ők gyerekszínészekként működhetőnek. Nekem még mindig ugye fura ez, hogy többször is előtt azt, hogy ez valamilyen szintű traumát okoz bennetek. Mi a legjobb dolog, amire így visszagondolsz, és mi volt a legjobb ebben a történetben azon, hogy részt vettél benne, látod, hogy hagyott azért nyomot, volt DSS 15 000 embert megmozdató buli, de így ha most visszagondolsz rá, akkor mit tartasz a legértékesebbnek ebből az egész történetből? Egyet kell választani? Többet mondhatod, tehát sorolhatod. De van, megkérdezem az ellentetét is, tehát... Már nem biztos, hogy... Egyrészt az, hogy én voltam általában akkor a legfelkapottabb, a legjókintű gyerek, úgyhogy akkor a legtöbb levelet. Ami a... Mert akkor még volt ez a fankul, lehetett levelet... Lehetett ír, és ezt az, hogy kapott többet, nem, meg volt tiltva nekünk az állszóját. Akkor volt egy néni, aki ült egy irodába, és fejeltetek válaszolt, és a legjobb így van. Mi megkaptuk, hogy elolvashatjuk a leveleket, aztán vissza. Valószínű, hogy Varga Schwarzenegger aláírás, amit ugye annak idején kiküldtem, és visszaérkezett, az se tőle van. Biztos, hogy nem. Már ilyen szinten ez meg volt szervezve, hogy mi nem élhetünk vissza senkinek. De ez még a csajozásnál jól jött. Tehát nyilván ez egy jó történet volt abban az időben. Az tulajdonképpen pozitív, szakmolyan sokat segített. Ugyanak attól, hogy a bélyen volt a minőség, meg vagy szembenézve, meg akkori szembenézve is. Annak tartották akkor? Mert az aki, hogy ma megnézve, és hát annak gyerekbetegségek. Akkor akkor is nagyon sokat kezdték, és részben jósan az gondolom. Viszont nekem szakmolyan sokat segített. Utána a filmnél, utána dolgoztam külföldi sorozatokban, filmekben, mozgatokban. És nagyon könnyű volt úgy beállni egy munkamenetben, hogy nem a buzzwordöket kell megfogni, hanem látják azt, hogy te már dolgoztál ilyen szituációban, volt egy szituációban, tisztában vagy a hierarchiával, tisztában vagy a megszólításokban, tisztában vagy ezekben a szakszavakkal. És nem kell ott lehetni neked, hogy hova vagy, hova állj, hol kapod a fényt, hol az egy lásd a kamerát, izé, hogy állsz. Tehát az mindenképpen segített. És nagyon-nagyon
a stábból nagyon jó emberekkel találkoztam, akivel utána még összekötöttem, Körökek Hárbalás, az egyik rendező, ifjú Ötvei Tamás, és volt operatőr Császkét Fatos, a Vogue F2-ről dumáltam, mert ott ő a stábban volt, akik ezekes emberek, akikkel másképp nem találkoztattam. Mi volt a rossz? Hát ugye megvan ez a vagy faktor, és nem tudom, hogy lehet mondani. A szekundes szégyen, a vagy faktor, a magánéletet, a gyerekkorodnak egy részének az a leölte sorjázása, megölése, a önértékelés, a problémák. Szerintem most lehet, hogy sokat már egy ilyen késdöfökény. Lehet, hogy sokat nektek, hogy a feküdés, hogy én azért reméltem ezt a gagyi faktorot, mert valahol szerintem a mai napig a magyar sorozatokban ott van ez, hogy nem érzed a természetességet. Talán ennyi volt talán az űrnapnak is a hibája, mert hogy nem sikerült. Nem volt az első igény arra, hogy ez jó legyen meg. Kicsit volt annál, amit egyébként a szent víz, vagy a környezet, vagy valahol a téma hozott volna. Talán ez az, amit a maga egy találkoztam ezt a... Szerintem azért voltak képességbeli problémák, de bocsánat, nem a képességgel gondolom, hanem a szándékkal, meg az erőforrásokkal. Hogy ott az öt nap forogjanak két-három rész, és nem volt idő kidolgozni jeleneteket, hanem jó, ez már nem lesz jó, haladunk tovább. Tehát négyszer, ötször felvettünk egy szituációt, találtunk, hogy nem lettünk életeket, és soha többet. Sorozat. A másik az, hogy már a tévében nem tudom maradni között FOS tévés vagy médiával adózva, mert mint betakamerákat használták akkor egy valós. A betakamerákat volt egy ilyen nagyon steril, ilyen műtermi képi világ, egy alkalmat, vagy olyan. Igen, ez a díszletes azért. Nagyon műtermi, nagyon steril. És nekem az se tetszett, tehát hogy így nagyon-nagyon műtermi az egész, nagyon illatós. Azt nem tudom, most nem kell szolgatják, a mi kis falunknak meg ezeket, de ott annyira nem kell. Jó, ott van a színészek is. Ez teljesen más volt azért akkor a szemületre egy sorozat szempontból nézve. Lehet azt mondani, hogy a szomszédokat is imádják, hát ott is meg volt ez a műterv is. Lehet, hogy azt jelenti, hogy a végén bemondjuk egy ilyet, hogy rápadnak, hogy sem támadnak, amit belél a múlt héten. Tehát ilyen szomszédos elköszönöseket, ha minden részt zárjuk el, azt még elképzelhetem volna. És ha visszagondolunk így a magyar geek históriába, szerintem mennyire fontos volt. Én úgy gondolom, hogy azért aki akkor videójátékozott, sci-fit szeretett, azért így vagy úgy titkol mindenki, kicsit vagy jobban szerette ezt a sorozatot. Ezzel megmutat, én nem tartom a kultúrának a részének, és ha ez így van, akkor ez tök jó. De hát te magad is ennek a úgymond geek kultúrának a részének, nem? Hát személyhez szám, ismerve játékokat visszamerőleg. Igen, ez egy munkásságból nem tett hozzá ezt még. De most Unity nem próbálkozott. De ezt nem is értetted, az űrgalmákban szerepelt, hogy ne tettél volna hozzá. Én nem tartom annak, nem tartom azt a kvalitást, ez a geek kultúra. Ez a furcsa egyébként, hogy ezt mondom, de én úgy gondoltam, hogy ez egyébként egy ilyen misszió is volt valahol, hogy tényleg ebben a sci-fi világban vagy ebben az akkortájt életező, ugye hát gépbolyokkal játszottatok az első epizódban. Árkádokban voltatok, tehát aki ezt lőtt, aki ezt összerakta, az valamelyes érzékelte azt, hogy melyik világot akarjátok, a pályod epizódban már ott voltak ezek a kapcsolódások. Mondjuk az nagyon jó volt, hogy ezek az első részeket leforgatok, akkor utána több órát igyek használoztunk. Hogy akkor a lézertek játék, akkor a West Laser Games Clubban volt lézeres játék lehetőség, meg a Bizáncban, a Ferenciek terén, ahol forgattuk a első részt, és ott a Plazáredő között is, és azt két napig is töltünk. Hát akkor tényleg meg volt ez a kapcsolat, nem lehet azt mondani, hogy ez egy bizonyos célközönség felé indított volna. Igazából, csak én belülről látva, én nem hittem el, és most és inkább szkeptikus vagyok. Szerintem az a csinálat, hogy ez a 90-es éveknek ilyen meghatározó fordulatot egy magyar kisrác vagy díjklány életében. Figyelj, nem volt más, tehát lehet, hogy ha lett volna... De nem volt volume graphics, meg izé... Egyrészt tényleg nem volt ugye kertévézik, amiről beszéltünk. Tehát nem volt az, hogy átváltasz, és akkor most
Dragon Ball az évekkel később jött, amire ugye rátekerettünk, de annak idején tényleg, ha valaki ilyesmit, és magyar tartalomban ilyesmit akart nézni, akkor ez volt, és előtte volt még a Hegyomrában, meg volt egy-két, jól mondom a nevét, valaki bólogasson, volt ez a, talán brit, vagy ausztrál, mert erre... És egészen neki ezért voltam rácsavarodva, volt egy ausztrál sorozat. Kisfiúk egy kislányról szólt, és ilyen bocsátsz, az ausztrál, igen, hogy ausztrál alapban egy világító lehetően készülben egy ilyen fejnápa volt az igen, mert azután ez volt a következő ilyen aminek, vagy ugye a Szategyen, meg a Prózikben nézted a mobilon, meg a nem tudom én milyen akkor menő sorozatokat, de tényleg ez valahol arra próbált szerintem reflektálni, és ez egy mondjuk úgy, hogy nem biztos, hogy elfoglalta még a megfelelő helyét. Azzal együtt is, hogy azok akiket mondasz, hogy vegyi faktor, stb. Tehát ez elmondhatatlan. Ugye egy 160 részes sorozatoknak tényleg lória volt. Vagy volt egy íve, meg egy ilyen űroperás jellege. Emlékszel egyébként a sztorinak a főfordulataira, vagy ez is így beleveszik a forgatásokra? Szerintem a főfordulat az, hogy a két karakter, a Juci, meg a Patrik karakter, az úgy, hogy találva, hogy ők kiválasztottak lesznek, és akkor megjelent egy ilyen stigmaszerű rúna a karunkon. Hát ez nem az, hiszen most egy kárvállítottak, mert ugyanolva tetováltatta. Egy parcsokat a párolban viselők, egy párba, a másik része a középkarján van. De hogy ez így, igen, az az egy ilyen... Szunákandre a Szunákandre nem a karját néztük. Már akkor sem. És ez egy ilyen, de most egy nagy kölcsön új dimenzióba kiválasztottak, és akkor... De hát, tehát nem most egy csattalom, megtaláltuk Xeniát, és akkor happy end lányom is, de gyerek sorozat, aztán visszahoztak minket. Hát, hogy de is gondolkodtak ebben, hogy ebből többet hoznak ki. Mondom, az korábban volt, hogy belül akartak sajtolni, mint média, legyártott média termékből többet. Azt gondolták, hogy majd ez így beindul. Jó, hát szerintem körbejártuk az egész témát. És hát nem tudom, vannak kérdések, akik vannak. Nagyjából 50 percre beszélgetünk most. Akkor egy ilyen valami a 5-7 percben, hogyha valaki... Azt nem tudjuk oda, hogy ha internet állod, akkor megkérdezhet, hogy nála szeretek. Mert alkoholatot adni. Legyébre ne légy szíven, azt otthon nem tudok kérdezni. Otthon kell megint. Jó, hát bármilyen egyébként, de most nem a sorozatról, hogy így szívül, nem a zenéről, nem a gyémekről, hanem még ezt a tegbe jót. Ja, azért nem mondtam a zenekar nevét, mert én is igazából kapcsolatban a alkotókkal, mert ez egy földön kívüli zenekar, és ez, én csak ilyen spirituális gépvéjen keresztül kommunikálok. RGBD-nál apostrofálva, és Real Gianna Brothers, ugye a kezdőbetűből és a Gianna Sisters után egy ilyen, próbáltuk egy ilyen útra és örökséget állítani, de majd keressetek rá a történetre. Volt is egyébként egy, talán van az Insectcoin szervezten, hogy a másik csapatban felépítettek egy ilyen hasonló rendezvényre. Tudom, ismerem, és azért beszélgetünk ilyen alacsony költséget is mellett vele. Mert hogy ez egy induló volt, akkor brutális, de ahol pénzetek nagyobb kapitásokat elhívunk. Egyszer letámadtam, megtaláltam az egyesületnek a honlapját, és mondtam, hogy hát, és itt ez a világra szóló termék, és ennyire eljövő zenének a Pisszákból állóra. Aztán, igen, ott álltam, és meg nehezen fogadták meg ezt a tartalmat, mert nagyon sűrű volt, túl zenéltük, és túl jövettünk. A rilogás nem volt. Így van. Szóval Real Gianna Brothers néven tudjátok meg, hogy éppen volt tartalmakat, 5 éve kucsolunk, most igyekszünk majd újabb kontentet előhozni az energiából tartsai. Mondtad ezt a Twitch-et, hogy valahol azért a köztudatban ez a név ott van, tehát szerintem sokkal csatornán. Na, onnan kaptunk energiát, hogy zenész barátom mesélt arról, hogy bizonyos csatornákon erről ruhálnak. Ha ennek van már egy ilyen World of Craft jelenek kifele, akkor el kell kezdeni korlatorolni.
olyanokkal, akik egyébként akár kényszerből rendezvényeken is felléptek. Tehát a Covid óta egyébként pont az ilyen rockzenében, vagy mondjuk így az ilyen rétegeltem, vagy rétegzenében, nagyon gyakori az, hogy kisebbek is megterik szólítani, mondjuk azért bejáratottam neveket, kollaborációt csinálhatok, és akkor vissza kell, föl kell menni nemzetközi üzletre. Egyébként ennek volt egy előszere, még 2017-ben, remélem az egy mappádban, aki a Video Games Live-ra is kinyithatott, VGR-re, ugye, többek között. Mi a Play-ten rostosra sültünk 2016-ban, részt a Mévánból, már Mévánc az olyan, hogy az rostos idejét, de bőnt az rendszer, úgyhogy a kivitelező, ugye itt van egy hitelrontani, nekünk is veszünk, a kivitelező Kft-nek a hozzáállása és a szerződéshez való magatartása, a padló betartása, a technikai felkészültség az kiállói volt. És hát ugye te készíted szépen, te vagy a hülye, te vagy megvilágítva, tehát minden rajta csak. Tehát ugye ez a előadói művészetnek az egyik oldala, meg a túloldala, a tárgyoldala, és semmi nem valósult meg abból, amit szerettünk volna. És gondolod el, hogy ott állsz végre kinn a Hógeszon a színpadán, szóval hatalmas azért fal, ott van még a terméked, az állom, amit megcsináltál, és nem indul el a vizualizáció, egy közönségi néz, a VIP-s gyerekek a 40-es stage passzokkal így rágóznak, hogy mi ott van, hogy ott van, hogy és így hátra nézek, és azt mondom, hogy egérrel bazd meg, így húzzák be a médiapad, elindítsák az és ez egy több milliós rendezvény. Kivettek egy olyan PC-t, mert a súlelemünk, egy súlelemünk volt a koncerteinkkel, hogy ennél lehetett videójáték párhozni a koncert második felén egy számok utáni. Hogy azzal is kicsit így, kicsit higítsuk ezt a tömegzenei utalást. És akkor gondoltak egy PC-t, ami még OS sem volt, de hát mi mondtuk, hoztuk a saját rendszereinket, tehát semmit nem tudtak megosztani, de akkor tehát az erősítőknek, tehát nem tudtak okozni, de hát ez volt, hogy egy full digitális produkció, ami tájékódra meg van írva az összes fényszkript, ahogy folytatjuk a LED-lámpával, a cuccainkkal, a fénysó, hogyan van, zenére meglágva, külön szkript vezérje, az összezenye, az összes színpadi fény. A vizualizáció meg van vágva a Balut által, aki egyébként a hatóvet meg a Izabellónak a számára csinálsz, a 8-es stílusú klipet, tehát ő csinálhat összeszámolt a vizualizációt. Szóval ilyen full amatőr szag, és te vagy a hülye, vagy a Béla megtehászok. Na de ennek köszönhető, hogy találkoztunk, mert a 16-ban a Video Games Live-ban létet követte az nagy helyszínen, és Tomi Talarico, aki a VGL-nek volt a konduktora, illetve nem csak a főkonduktora, hanem az életreigvén és a főkonferenciája, aki jó kitalálója. Mastermind az egész dolog. Igen, a Mastermind, és ő látott, és látta benne a potenciált, mert azt mondta, hogy kibaszott sok munka van. És oda jött gratulálni, mondta, hogy hát ez rajtban látta, hogy mi van az a rajtunk volt, tehát ő látta, hogy zenészek vagyunk azért a talpunkon, tehát hogy attól állnia kell. És ezt elkezdtünk levelezni, és 2017-ben nem tudtuk valósulni azt, hogy mi voltunk a Berlin produkció. De ez nekünk egy óriási pecsét volt, ahogy elismerték a munkásságunkkal, és az viszont tényleg is érdekes, megtett, hogy patentum szólt, senkivel nem volt hiba, és külön, mint Remi produkció, volt öltöző, például, hogy érted, tehát ehhez nem kellett egy szerződés. Úgy a szerződés semmi nem valósult meg, így ezt el sem hittem, hogy éppen a szemilapban izébe voltam, próbai jövős, hogy amíg a WC-n messengereztem, tudtam meg, hogy mikor meg, hogy valósult ez meg, és szálltak rá időben, láttak a produkciót. Két órát keresztül mondtam, hogy oké, ha orkesztra most lemegy, RGB-t lejön, és figyelte, hallgatta, nézte a filmeket, hogy szól, melyik irányból, és a stártagja jól jöttek, hogy hogy szeretnénk, mit szeretnénk. A magyar kivételező cég, aki a Play-ten zsírosra keresi magát szegyesen, az egy öltözőkben adott nekünk, érted? Tehát ezekkel a diplomsikkal hajtott cuccok, amik hát ugye megtudod, és már rokkal az is a fákja X karácsonyi, a hátsó bejárat mögött kellett, vak sötétben keresőfények öltözni, érted? Tehát
bármelyik magyar kocsmában. A politikus kapcsolatot szeretnénk kihasználni, jó értelemben néve, de itt a Covid csillagó. Élnék ez a élnék, vagy ez a Covid összeszerűen? Ezt a történetet, mert ugye mi átestünk egy ilyen revizión, ami a mi barátságunk is kiállta ennek a próbáját, úgyhogy ez az 5 éves csönd, ez szakmai és emberi csönd is ebben. De most az újra fog indulni, hogy látom. Sok sikert kívánunk ehhez. Köszönöm. Reméljük, hogy a következő rendezvényemben ez visszafut az izzelt, hogy rendezvénycsorozatokra. És hát a legközelebbről hozva a basszus, tehát aztán mutatjuk egy jó témát, mert egy olyan jó kis lánynak van, és szeretnél mutatni, hogy hogy szól ez, hogy lehet a basszus utányon igazi komolyan hangra kicsalogatni, imádom azt a hangzást. Itt köpik fresherre, vagy köcsinre? Nem, én használok egy multi-day case distortion-t, azzal csak színezem a dolgokat, viszont ami a elviszi iszonyatos square mintákba a hangot, az egy analóg cucc, és az a Boss gyártónak a szívőrökös basszus szintetizer egy pedál. Keresek rá. Jó, amíg nem van, az már ilyen multi-oktáverek, meg multi-effektek, de én 3 cuccot használok, de meg szeretnék többet is. Van már egy Boss Chorus, egy Boss C5, és egy Ultimate Dance Distortion. Elég legközelebb ezt is meghallgatom. Köszönjük, hogy eljöttél. Köszönöm szépen. Jobbulás. Gém! A bizonyjük ezzel. Köszönöm, sziasztok. Köszönjük. Köszönjük. Nagyon új kérdések tovább. Mondjátok. Azt szeretném kérdezni, hogy a 137. részben az intergalaktikus csata a gesztegény támadása a második részében, amikor a bal gesztegényeknek becézett Rath úr naszádot támadtak, a karakteret elkövetett egy végigfutás hibát, nem adott elég erőt a pajzsokra. Azóta megbántad ezt? Azóta több mindent megbántam. Lassan azt is, hogy eljöttem, de szeretnék jó magyar politikus és művészt magyar kikerülni ebből a kínos helyzetből. Nem a karakterem hibázott, az írók, a lore felelősei azok, akik ezt a baklövést. Én fölesültem a deszket. Én hűen követtem a parancsokat, én csak egy zorgoltam, nem az én hibám. Mondjon le! A 67. részben a Zorgok Áldoztak című, amikor a karakteret közel került Csilla Zorghoz. Ennek nem volt folytatásba a háttér Csilla, hanem volt folytatásba, közel került egy Csilla Zorghoz. Épp azt akartam mondani, hogy nem sok karakterem került hozzá, hanem amikor Gáton a Roás részeket forgattunk a balószikványában, akkor egy helyen volt a szállások, és a buszonak közel kerültem hozzá egyáltalán. Most jól van, Lukács? Remélem, győzni fogunk Zola. Előre kitartás, győzni fogunk. Jó játékot mindenkinek. Sziasztok! Köszönöm!